Hogy lehet valakinek 13 évesen ilyen mellette? Jó Isten, lebaszom a füzetet, bocsánat. Csak már olyan feszült lettem. Én dagadt voltam, nekem is jó csöcsöm volt, de azért 13 éves, júú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 ú olyan sokan vagyunk, mint melletben a hormonok. Gyerekek, 13 és hogy nézhet ki valaki így, te jól nézel ki, az nem semmi pár. Kértelek titeket egy hete, hogy írjatok nekem a YouTube sztorim alá kommenteket, hogy titeket hogyan bántottak az iskolában. Most ezeket a kommenteket láthatjátok. Nyugodtan állítsátok meg a videót, és olvassátok el őket. Higgyétek el, tartalmasak lesznek. Van, akit azért közösítettek ki, mert Minecraftozik. Van, akit azért, mert dagad. Mutatom, Hali. Robikám, mi a? Valami van a szám. Na, Robi, nézd! Itt van a Robika, gyerekek. Odaírtam, hogy röf-röf, meg odaírtam, hogy ott a tokája. Ott. De amúgy büszkék legyünk a Robira, mert ő már amúgy fogyott egy pár kilót, szóval amúgy jó, hogy amia, de ő lenne itt a Robika, itt a lányok után, a very biges csajok után, jó? Ő a Robika. Azt a kurva, hát nem, hát fiáj. Semmi, csak semmi body shaming, meg semmi ilyenek, ez nagyon... Azt a... Jézus, agyval, az ember agyhalott. Én Discord szerveren levetkőztettem egy kislányt. Nos, az a helyzet, hogy ez igaz. Én gyermekeket zaklatok, stb. Itt van az a kis dagad, ennyi! Elkapjuk hát a küldős egy számot. Gyermekeket zaklatok, stb. Amúgy pont te kritizálod Áront, hogy az a neve, hogy Áron Csönel. Megszól, akinek az a neve, hogy Sűn. Teljesen igazad van! Meg TikTokon, geci, letörölték minden videómat, bazeg! Bármelyik videó benne volt ez a patkány, nézd meg! Nézd meg, geci! Letörölték kettő videómat, és nem tudok posztolni két hétig, geci. Akkor egy fos az a TikTok. Move your hands in the holes of my sweater. Saját videót lájkolod? Igen, mert kettőször rákattintottam a képernyőre az előbb! Két másodperc, és véletlen belájkoltam, örülök, hogy észrevetted. Amúgy meg ki a faszt érdeke? Tudod mit? Belájkolom az összes saját videómat. Baszulj meg! Ha, mi? Nem geci, mindegy. Milyen jó hírek vannak itt az Iron Channel-ről, úgy látom. A házkutatós videót is bedobja. Iron Channel-ről lesz szó. És ráadásul nem is akárkitől, hanem egy moderátorától, azaz tőlem, mivel én a moderátora voltam egyaránt Discordon, és YouTube-on is, de hát most az utóbbi időben, mikor ez megtörtént, elvette tőlem, saját Discord szerveréről elvileg kibannolták. Feltöltem Áront és kibannoltam, Áronnak vége ennyi volt. Kibannolták, szóval elég fura dolgok történtek Áron. Meg ez is, hogy elvileg egy 11 éves kislányt levetkőztetett Discordon egy privát szobába. Azt látok én valamit! Mondd meg neki, hogy csinálj meg ugyanazt, amit elküldött. Nagyon nehezen lehetne elhinni Iron Channel-ről, ugye ott volt a zsibekeltetős videója is, meg minden. Olyan egy normálisnak tűnt, de már... Olyan normálisnak tűnt, hát kikeltetett egy csibét emberek, hát úristen, bazzeg! Olyan normálisnak tűnt, amikor kikeltette a csibét, nem? Olyan geci normálisnak tűnt, amikor kikeltette a csibét, hát te van egy zsibekeltetős videója, hát nem hiszem el! Hát akkor olyan normálisnak tűnt, nem? Ott látszott, hogy valami nincs tele rendben, amikor szilveszterkor, vagy nem tudom, karácsony környékén félmesztelenül porszívóval táncolt egy ugyanúgy szint 11 éves sráccal. Na, ez amúgy az a lényeg, hogy ez egy ősi harcművészet, amit én ezzel csinálok. Ez egy nagyon durván megtanulható. Jó helyen vagy. Robikám, pólót majd le fogod venni, de még nem most, jó? Majd a zenének a dropjánál, oké? Okay? Az fasza. Felmosod be a lábad közé, jó? És akkor szóljál, hogyha mehet. Na akkor 22K-ra gyere. Ahogy itt is látszik, még csak 22K-ja van, és ezt a live-ot 11 hónapja tolta. Tehát durván egy év alatt szerzett 100 000 feliratkozót a külföldről másolt videóival. Nem tudom, hogy ez a 100 000 feliratkozó mennyire legy... De só! A moderátora voltál! Akkor, amikor ezeket a videókat letöltötte és lemásolta. Segítettél neki? Vele voltál? Most, hogy kiderült róla valami szörnyűség, ami nem hoz pénzt, az baj. De eddig semmi. Eddig semmi baj nem volt. De most ott kezeid. Érted? Az egyik moderátora voltam, vagy akkor a moderátora voltam, de hát külföldre röpte a videókat, nagyon rossz ember amúgy, külföldre röpte a videókat, hát láttuk ezt, mi már tudtuk, de akkor
miért nem mondtatok semmit, geci, ez hihetetlen. Edzsit neki, hogy plusz egy, durván mondom, egy év alatt szerzett 100 000 feliratkozót. Jó, minden, tényleg ott volt a csibekeltetős videója, és azt is megnézték egy nagy csomóan. Nem lehetetlen tényleg, de hát benne van az is, hogy ugrál ugye össze-vissza a feliratkozó száma, tehát ebay-ről lehet veszel feliratkozókat. Ebay-ről. Tesó! Ne haragudj, de te... Hú, bazeg. Amazon Prime-ba rendelem a izé Mystery Boxot, hány feliratkozó lesz benne? Izé, kinyitom, azt ott vannak a kis manók, azt nyomkodják a szabagombot, geci. Ez észnél van amúgy? Nadiv Daskasovki. Kiparoszki. Ez az, nyomod. Milyen bele van, geci? Ne! Azt a kurva. Nem érezte amúgy, hogy ez kicsit gázos amúgy? A gyerek nem... Rányított a kis any... Rányított az anyukája gyerekre, geci. És csinálja tovább a gyerek. Mi a fasz? Gratulálok! Olyan jók ezek a szülők. Annyira jó fejek ezek a szülők, de tényleg. Olyan jók ezek a szülők, nem? Büszke a fiára! Büszke vagyok! Büszke vagyok a fiamra! Tehát ahogy a videóban is látszott, a 10-11 éves lát is pénztelen volt, amiért már megbüntetették volna akkor Iron Channel-t, és már... Nem. Nem büntetették volna, megértem. Nem fajult volna idáig a dolog. Ugye volt, nem is tudom, fél éve Poolside-dal ilyen veszekedése, még azóta se békültek ki. És most figyeljetek jól, mivel ez sem Andinnál, se Paxelnél nem hangzott el, ő nekem ezt még privát szobába, Discordon mondta nekem, ajaj, hogy ő direkt generálja magának ezeket a botrányokat, és direkt csinálja ezeket, hogy minél többen megnézzék az ő csatornáját, és minél többen ugye feliratkozzanak rá. Amúgy akinek van agya, az ezt látja amúgy TV, mert arra, hogy nem azt mondom, hogy nincs agyad meg semmi, csak azt szeretném mondani, hogy ne Underworld-i vagy. Már akinek van agya, az ezt látja. De na, akkor ezek szerint el kell mondani nyilvánvalót az embereknek. Lehet egyébként, hogy nem beszél feliratkozóit, mert akkor már lehet, hogy letiltották volna. És egyébként le is tiltották 8 napja, csak valami úton, módon visszaszerezte, tehát... Azt nem tudom, hogy csináltam úgy. YouTube szabályzatban, a YouTube algoritmusában van egy olyan beépített bot, vagyis hát be van kódolva, hogyha veszi a feliratkozóit, az ugye érzékeli, hogy nagyon gyorsan megyen fel, akkor ugye automatikusan bannolta volna, vagy valami ilyesmi. Igen. Vibe check! Igen, az így van, az így van. Tibi, hallod? Menj már nyomozónak, Tibi. Tibi, te Sherlock vagy amúgy? Hú, geci, az ember. A YouTube-nak bele van kódolva a YouTube-ben. Én láttam open source, megnyomtam, jobb klikkeltem, vizsgálat, itt bele van írva itt a kódba, nézzétek meg, itt benne van. Ez a lényeg, hogy a YouTube feliratkozó vétel, ugye a feliratkozóknak a vétele, az illegális. Hogy lenne az? Bro! Mi van? Össze-vissza beszélsz, haver. Mi a geci? Hát interneten meg tudod venni legálisan bármikor. És ezek nem feltétlen botok. Ha csettintek hármat, aztán 5000 indiai ember feliratkozik rám. Csettintésre dolgoznak. És ami a leglényegesebb, osszátok meg, vagy ezt a videót, vagy Paxelét, Mandinét, vagy akár Citex Live-ját, hogy jusson el minél több emberhez, és tüntessük el ezt a patkányt a YouTube-ról. Szia! És eddig még ezeket csinálta, és te tudtál róla, hogy ezeket csinálja, és csinálj ezeket a botrányokat direkt. Azt mondod, hogy tudtál róla. Miért nem tettél ellene semmit? Miért voltál a moderátora? Eddig. Miért? Egy ilyen embernek. Nem tudom felfogni, hogy mi a faszom. Tényleg? Mert pénzt kapott. De miért kapott volna pénzt? Nem tudom, hogy kapott pénzt. De Ironba kinézni, hogy fizet a moderátorainak. Egyik moderátor sem magától volt ott. Az Iron, ez egy tömeggyilkos. Biztos vagy benne, mindenkit fenyegetett a családjával, mert szerintem kést fogott mindenkit orkáz egyesével, hogy te most moderálsz, moderáljad a csetet, hallod? Moderáljad a csetet, vagy elvágom a torkod? Moderáljad? Mit írt az a gyerek? Cigányozott? Bannoljad? Na, az gyerekpornó, jó? Azt töröld ki, és mensd el nekem későbbre. Az még kellhet? Nem, ez nem így megy. Jaj, ne, ezt nem akarom végignézni. Ezt a videót, ezt nem vagyok hajlandó végignézni. Ez az ATES, elmondom nektek, ez az ATES is moderátorja volt amúgy, az Ironnak. Az ATES konkrétan segített az Ironnak csinálni egy kamu videót arról, hogy a Citex milyen rossz ember, és az ATES hangtorzítóval benne volt, mint Citex haverja,
és le akarták járatni Citexet közösen. És Otesz most mossa a kezeit, és csinálva, Iron Channel, Iron Channel az nagyon rossz most, pedofil nagyon rossz, manipulálta biztos, igen, Otest is manipulálták, Otestnak is kést fogtak a torkához, hogy most csináld a hangtorzítós dolgot a Citex ellen, most a Citexet meg kell ölni. Biztos az Otest is meg lett fenyegetve, mindenki meg lett fenyegetve, most minden moderátor kitálal. Minden moderátor kitállal, de akkor, amikor ki kellett volna tálalni, amikor ezek a dolgok megtörténtek, akkor senki nem tálalt ki. Nem, akkor nem. Akkor volt egy moderátor, aki rám írt, hogy haló Manin, legyen valami, tegyél videót, vagy valami legyen, járassuk le ezt az embert. Volt egy ember, aki rám írt. Egy. Meg volt az a Shelby, aki rám írt, hogy tud valamit az Ironról, megkérdeztem tőle, hogy mit, és az volt a válasz, hogy nem küldheti el, mert illegális. Most meg ki van akadva, vagy nem ő van megjelölve forrásként, hanem én. Te hülye vagy? Szóval, Sia egybi javára mennek az első bizonyítékok. Ő és az ismerősei voltak kb. 6 hónapja, ha jól tudom, akik elsőként csinált felvételeket. Screenshotokat és egyéb. Akkoriban együtt voltunk benne Iron Channel szerverén. Nem ők voltak az elsők, mert a felvételen láttam, hogy kivette föl, és nem az ő neve van rajta a felvételen, amit én megkaptam, de biztos, hogy akkor ő volt az első, akkor biztos, hogy én tudok rosszat. Amúgy ő is valószínűleg ezt a felvételt akart eljutatni hozzám, szóval nem ő vette föl, de oké. Shiebi, meg Danny Fighter, meg Xiron. Danny Fighter, na ő is egy moderátor, aki felszólalt az ügy ellen, és letöltötte másnak a videóját, és föltette, mint a tesz. És ja, ő is felszólalt az ügy ellen, de amikor fel kellett volna szólalni az Iron ellen, hogy ő egy rossz videós, akkor mindenki pártolta. Érdekes módon, akkor mindenki ott volt mellette ezek közül az emberek közül, meg Iron, nem tudom, hogy ezt kimondjuk, de mindegy. Én meg egy pár ismerősünk, és személyesen láttuk és tapasztaltuk a dolgokat, amik történtek ott. Shiebi már 6 hónapja csinált több videót ezügyben, csak viszályba kerekedett Iron Channel-el, és így Ironnak sikerült lesztrájkolni az összes videóját, és minden más bizonyítékot kitörölt, lecenzúrázott a netről. Utána csináltam én is egy videót, kb. 3 hónappal ezelőtt, ahol cenzúrázni kellett, hogy ne tudja leszedni Iron Channel. Már 5-6 hónappal ezelőtt is olyan dolgok folytak Iron Channel Discord szerveren, hogy konkrétan volt egy gór szoba, ahol mindenki bemehetett, akin rajta volt a gór rang. Egy csomó 10-11 éves gyereken rajta volt a rang, mindenkire rányomták, aki rákérdezett, sokra még random is. A gór szobában konkrétan dark web volt, lefejezett emberek, kivégzések, kínzások, embertelen dolgok, végtagok, levágva, stb. Ezt mutogatták gyerekeknek akkoriban, és leszarták, akkor mi is kritizáltuk őt a szerverén, egyszerűen kibannolt mindenkit, aki egy kicsit is megkérdezte, hogy oké-se ez így. Azután kezdődött a Strike Purge, ahol konkrétan mindenkit lesztrájkolt, és törölt, és cenzúrázott, akit csak tudott, főleg kisebb youtubereket, mint minket. Jaj, hogy mekkora áldozatok vagytok, hát ti kritizáltátok, mondtátok neki, hogy ez így nem jó, mondta, hogy leszarom, és ennyiben maradtatok. És akkor utána kezdve moderáltátok tovább a szerverét, meg ugyanúgy ott voltatok. Sokszor ráment a privát Instagram oldalunkra is, és írkált nem túl kedves dolgokat, meg máshogy próbált zaklatni minket, például doxolta azt a gyereket, ilyen csúf videókat gyártott róla, kiadva magát más személyként. Igen, ebben a tesz is segített Citexnél, azaz a tesz, aki most éppen felszólalt Iron ellen. Igen. Ott is lebukott, mivel Discord Voice csatornán csináltak felvételt az egészről. Kíváncsiak vagytok a többi dologra, nézzétek meg a Gyerek pornó cenzúra és ügyvédek Iron Channel Shelby egész történet című videót. Ebben nagyon sok új információ van, és ha végignézitek mind a 3 videóját, sikerült megmenteni, reuploadoltam ebben a playlistben. Köszönöm mindenkinek, aki végigolvast, legyen szép napotok. Wow. Hát ez csak ennek a srácnak lehet az érdeme. Szerintem meg is adom az ő számát minden egyes újságírónak és tévének, mert én nem mentem a live tévébe szerepelni, de figyelj, te még mehetsz. Tehát én azt mondom, hogy mennyi helyettem is. Az Alekosznak add át az üdvözletemet, úgyis vagyonőr ott. Alekosznak mondta, hogy üdvözlöm, ennyit kérek, semmi mást. De ezt tényleg add át. Mehetsz, esküszöm, írjál rám, megadom a telefonszámukat. Mennyi, adjál interjút helyettem. Iron Channel már fél éve lebukott, igen. És fél éve a Shelby, vagy Shiebi. Miért nem szóltál a rendőrségnek? Miért nem jutottad ezeket a videókat újságoknak, tévéknek? Annyi helyre tudtad volna elküldeni. És nem tetted. Shelby. Mindenki azt szeretné, hogy jó szemmel tekintsenek rájuk, holott amúgy ezek is ugyanúgy bűnrészesek, ugyanúgy
benne voltak az egészben. Még ha nem is a kislány levetkőztetésében, de ők is ott voltak, amikor ezek a szabák ott voltak. Látták, hogy 11 éves gyerekek hozzáférhetnek olyan szobákhoz, amik tele vannak lefejezett emberekkel, rasszista dolgokkal, mert láttam ott ilyen hitleres mémeket is, stb. Ezeket mindent láttam. Meg pornós szoba is nagyon sok volt, pornós hangulatjelek. Ami amúgy nem is értem, hogy tele van a szerver pornós hangulatjelekkel, ami amúgy is a Terms of Service-nek a rovására megy, tehát már így is úgy is szabályellenes, nem létezhetne a szerver, de ti még ott vagytok, és modelláljátok ezt is. Modelláljátok ezt a szervert, ott vagytok, segítetek ennek az embernek, és mindegyik moderátor hozzáfér a hangulatjelekhez, ki tudjátok venni őket, gondolom. Le tudnátok törölni őket, és nem teszitek, mert jaj, az Iron megfenyeget. Jaj, elveszi a moderátorom. Amúgy még utólag annyit fűznék hozzá ehhez, hogy amúgy reportolni is lehet a szervereket. Tesó, mindenki mossa a kezét, hogy úristen, én annyira jó ember vagyok. Hát én is moderátor voltam, de majd most jaj, de kitállalok. Ez az ember már akkor őrült volt, amikor elkezdtetek nála moderátorkodni. Ez biztos, hogy mindenki látta. Akkor miért moderátorkodtatok tovább? Ezt nem értem. Ha most mindenki elmondja, hogy hát én az Ironnak a haverja voltam, én a barátnője voltam, én a moderátora voltam, én a macskája voltam, mindenki elmondja, és mondják, hogy hát ez már ilyen rossz volt, már régen is ilyen rossz volt, ekkor is rossz volt. Rám írtak emberek, hogy hát ez a Kodeszva is rossz volt, meg ilyeneket csinált, meg megfogdosott lányokat az iskolába, ilyeneket írtak rám az iskola társai. Miért nem szóltatok az igazgatónak? Miért nem szólt senki senkinek? Miért nekem kellett ezt a videót megcsinálni? És rám, és van, aki rám van kiakadva, hogy úristen, hát én elvettem tőle a izé hírnevet, mert ezt már ő megcsinálta előbb. Hát nekem nem küldtek semmit. Nekem ez a CIB nem küldött semmi olyat. Nekem ezt egy másik srác küldte le ezeket a videókat. Akinek nincs itt a neve, amúgy. És ő is moderátor volt. Szóval érdekes módon, ő valamilyen oknál fogva nem csinált videót arról, hogy mossa a kezeit, hanem ő volt az egyetlen értelmes ember, aki tudta azt, hogy lehetőleg el kéne tűnni ebből, és az egyetlen hely, ahol interjút fog adni, az a rendőrség, amikor behívják kihallgatásra. Igen, mert ennek ez lenne a menete. Szia, Manin! Csúfolj már ki, engem erre várt. Á, de hogy? Há, mit csúfoljak rajtad? Na, nem, mit? Nem. Téged a sors már így is megvert, most az nem hiányzik, hogy még én is csúfoljalak téged, bro. Igen, legalább én nem vagyok, nem? Jó, de tagad vagyok. Szia, Manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljád, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.